Hellóztok, sziasztok, szevasztok, én Laki Mester vagyok, és itt vagyok újra az Underground 2-vel. Ahogy láthatjátok, az előző videó óta nem történt semmi. Folytatjuk az előző videót. Ahogy látjátok, a Hyundai van még meg, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, srácok, lányok, csapjunk bele! Na, tehát ott tartottunk, hogy azt hiszem, hogy talán URL volt a... mi az anyád van? Mindegy, hirtelen beleragadt valami, na jó. Tehát ott tartottunk, hogy az előző videóban, hát már most meg nem mondom nektek, srácok, tehát ugye előre dolgozok, és nem emlékszek, mi volt pontosan az ugye a videóban. Viszont... Hol állunk egyáltalán? Nem, ugye elmondtam, hogy nem nagyon szeretem a sprinteket, de ugye ez van közel, úgyhogy mégis muszáj leszek. Úgyhogy nézzük is. Lehet, hogy ebben a videóban már fogok mindenféleképpen új kocsit nézni, meglátjuk. Attól függ, hogy miért dobnak be, vagy dob be, vagy mi, na, mit nyitott fel, vagy nyílik meg. Na, lassan összeszedem magam beszédkészségügyileg, na mindegy. Korán reggel van, mindegy. Na, induljunk már neki. Jó, beragadtam. Nem baj. Addig még ilyeneket csináltok. Ja, rémlik már. Ó, tudom. Tudom, mi volt az előző videóban, hogy ugye itt kilögdöstek állandóan. Na, hát remélem most jobban fog menni a dolog. Na, menjél csak innen. Aj, nincs rá szükségem, hogy te ott légy. Igen, eléggé sodródik ebbe az éles kanyarokba az ember. Nem nagyon szeretnék a lekörözöttel csetepatézni, úgyhogy... csak óvatosan. Elég jó az a kocsi, de szeretném lecserélni. És szerintem, hogyha felnyitotta, vagy felnyílik az az autó, amit én szeretnék, akkor azt ebbe a videóban meg is fogjuk vásárolni és feltuningoljuk. Na, de ki ne lökjél már kolbásztúró fejű. Hú. Oké, ez megvan. Hát nem vártam tőle semmi jót, mert nem csipázom, ugye már elmondtam ezt a versenyeket, már EQ is van, másik. Oké, hát menjünk erre akkor. Megint egy... Az milyen volt itt? Ja, csak a tábla volt, dicsák buksi. Jó. Hát az új kocsi az olyan 10 000 környékére kéne feltornázni a zsettánkat, szerintem, hogy ki tudjuk tuningolni legalább hasonlóra, mint ezt. Úgyhogy legalább 10 000 felett kellene ebbe a videóba összegyűjtenünk. Na, majd meglássuk a dolgokat. Itt is van valami verseny. Aha, hát akkor nyomassuk ezt. Ezt meg se néztem, na mindegy. Ugye ez egy sprint, vagy sprint verseny jobban mondva.
láppal le kellett fékezni becsületesen. Még csak 30% srácok, lányok, ez eléggé hosszú menet, de nem baj. Eddig jól állunk, másfél másodperces előny. Az már csak egy másodperc, meg egy kicsi, most már. 1-3, majd meglátjuk közbe. Oda kell figyelni, mert eléggé kanyargós a cucc. Maradunk a szél... Jó, ott marad, ezen maradunk. Ez elméletileg gyorsabb szakasz. Fékezni kellett volna. Nem baj, belefér. Ne csúszágási. Jó, megvan. Hát, 2,7 másodperccel. Ez is megvan. Közben fontos üzenetet vártam, ami megjött. Ne haragudjatok, hogy ránéztem, de muszáj volt. Oké, és azt írja, hogy fordáncoljak meg. Jó, akkor megfordáncolok. Itt is van egy verseny. Anyád. Ez rajta van a térképen? Rajta, akkor nyomassuk. Megyünk sorba. Ott van, nem a TT, én az Audi A3-as néztem ki, már elmondom. Tehát a következő autónak az Audi A3-as, ha jól emlékszem, talán van benne ilyen, de lehet keverem valamelyik újabb Mustang ide, vagy valami. Na majd meglátjuk, nem tudom. Na, most már nem merek mondani semmit, már a múltkor beégtem, aztán így... Amiben nem vagyok biztos, azt nem állítom. De tényleg ahhoz, ahogy mondtam, 10 000 felett kell lenni a pénznek, úgyhogy... bele kell húzni a versenyzésbe. Másfél másodperc környéke, 1-4-1-2, hát igen, eléggé szoroska a dolog, de szerintem elveszteni nem fogjuk a dolgot, csak hát oda kell figyelni. Kis, nagyon picike kis löket. Fék. És ez lesz a versenynek a vége. 3 másodpercet kiautóztam, azért az nem semmi.
3, mennyi lesz? 3,30 valamennyi, jól láttam. Jó. TT volt az mellettünk, jó. Nekem az A3-as jobban tetszik. Megmondom a frankót. Jó, kaptunk címlap lehetőséget. Hát ugye ez vissza kell fordulni hozzá, akkor inkább erre jövök. Majd utána forgolódunk, 6790. Hát 4-5 verseny is nagyjából, akkor meg is lesz az a 10 000 körüli összeg. Sőt, az URL-t be kéne adni. Ugye az nyit fel még a kocsikat. Na majd meglátjuk. Két Mustang meg egy Supra. Köszönöm Emese, hogy bele kellett mennem a dolgok közepének, menetének az állásába. Húzzunk bele, srácok, mert ez így nem dá. Fél másodperc. Ami itten már meg is vagyunk. Úgy van, persze. De hát valahogy sejtettem, hogy ez be fog jönni. Nem is én lennék. Nem baj. Visszajövünk. Van még azért a versenyből hátra. Tesókám, tudtam, hogy milyen kanyar fog jönni. Jaj! Azért ez így... Főleg meg így, jó. Hűha. Hát de... Hú, anyám. Ott nem megyek neki annak a kocsinak, lazán megnyertem volna, na mindegy. Később bánat ebb gondolat, ahogy szokták mondani. Volt, hogy neki mentem. Azt hiszem talán, igen, ja. Most nagyon lemaradtak, hál' Istennek, csak nem kéne hibázni. De nehezen gyorsul. Az a nitró nem lesz szangban van most a... Ide egy mennyerem így is, de szoros volt. ...1150, ez az. Aha, már mindjárt 8000. Recske. Hű, az URL az itt van lent. Basszus time. Sőt, van ott 3 verseny, sőt, itt is van 2, akkor induljunk meg el elfelé. Egyenlőre.
De jó, hogy húzza nénikét be a... Akármit is, na mindegy. Most akkor... Van egy piros bolt, ha nincs felfedezve, azt akkor felfedezzük szépen. Üdvözöllek, dicső lovag, most egyelőre nem akarok, csak felfedeztelek. Legyél a térképen. Nem is volt olyan messze. Jó van. Pucukám, kellett neked jönni. Valahol itt van, itt is van. 350 piz. Nem sok. Az Eclipse az elhúzott. Na nézd meg a kis macskot. Már tolna kifele. Bocsánat, srácok, csak koncentráció is kell most már, mert ez egyre komolyodik ez a verseny. Megint itt van a, ezért a Toyota seggembe. Mindegy, megnyertük. Három ötven, jó. Elmentettük. Jöhet a következő, ez úgy látom gyorsulás, hagy szóljon. Na, ez nem rossz. És hát bizony, de! Ezt mindig is utáltam. Baszki, és direkt arrébb toltak. Ezt
elkúptam, inkább jövök erre az oldalra. Hű, srácok! Kort szóljon. Azért is ide jövök most. Nem bátok fel az Isten most. Kiúzatom, amennyire csak lehet. Hú! Szopatnak anyám, stopp! Na, mindegy, megcsináltuk, a lényeg az. Kaptunk SMS tárcsák, jó? Jó, jövünk ide. És van egy verseny. A fake. Nem is jelzi. Na mindegy, akkor nyomassuk meg. 850 drift. Ott van, van, jó, emlékeztem, hogy van A3-os. Nagyon kell, jó. De attól függetlenül még felnyithat bármi más kocsit, ami megtetszett út közben. Fú. Nem vezetek, ez a probléma, forrás egyenlőre. De hát még csak egy kör se tehet le, úgyhogy azért annyira nem kell befosni. Főleg, hogyha... Hol elhúztak, basszus? Bele kell húznom. Második kör vége, most jött a harmadik, jár csak neki vágottunk. Azért beleúsztunk. Ugye neked, nekem kell jönni, igen, köszönöm. Ezzel felett, ez nem rossz. Még egy 10.000-es bevágok a végére. 126.000, ez tetszett. Jó, az elején kicsit beszartam, hogy nehéz lesz, de nem, hál' Istennek. Szénszálas motorháztetők és fake festése. Jó, tehát jövünk ide. 9400 bőven. A pénzünk szerintem nagyjából, ha megcsináljuk a lenti versenyeket, még ha külsőre nem is, de belső tuningra elég lesz, szerintem.
Na már arra? Jó. Ugye most visszajönk a repülőtérre. Most nem akarok versenyezni, köszönöm. Valahogy. Egyenlőre nincs rá. Jaj. Minden piszt kell, úgyhogy felszedjük a piszt először. 50-et adtál? A franc egyen meg. Basszus. Nem tudom, hallott, hogy halljátok, hogy mi lenne a jó ebbe a helyzetbe. Nem tudom, azt tudom, hogy hol vannak a barikádok, meg ilyenek. Nagyon elhúznak. Harmadik. Az elején szerintem el kell nitróznom, ha tetszik, ha nem. Ezt így kell, másképp nem fog működni, sajnos. Egy kicsit túl is húztam inkább. De látom, mégis elment. Ez a baj, ezt már nem fogom meg. Kizár dolog, ha csak nem hibázik. Á, nem. Az elején kell nagyon. Na, ezt meg elrontottam. Hátulról is. Csak úgy, mint hogyha így én nem lennék a pályán, értitek? Tehát, hogy ezért érdekes. Tehát, hogy ez a baj, hogy innentől kezdve meg nem tudom visszaelőzni őket. Minek akarok visszaváltani? Na, talán most. Most már csak arra kell figyelni, hogy pontosan váltsak. És ne menjek neki semminek. Kösz szépen. Nem engedem akkor se, hogy begyere elém. Felejtsd abba. Azért mondom. Na hát nagy nehezen megcsináltuk, de... Oké. Oda akarok jönni, ja. Ott van valószínűleg. Visszapillantókat is kaptunk újat. Na nézzük. Mindenképpen a gyorsulást először, és utána az URL-t. 1150 piece. Ez is milyen szal, ez... Nagyon jó. Na, menjetek előre. Túl váltottuk, de nem baj, kicsit húzzuk túl. Látod? Tehát, hogy... Az a baj, itt már nem fogom tudni megelőzni. Ezt így szintén zenész. A jó kell elkapni a rajtot. Ez nem az volt. Zöldnél kellene a mutatót tartani, csak hát nem is olyan könnyű az. Na talán most, de... Már nem bízok semmibe se. Látjátok az Audi, hogy megelőzött? Most már a másik is, tehát hogy itt, hogyha az elején nem jövök el, esélyem nem lesz.
Csak már a kocsi is lehet, hogy kemény. Vagy kevés, na. Addig még nem lesz zöld, fel nem váltok. És sikerült, hát többszöri próbálkozásra az ilyen. Jó. 11 ezernél tartunk pénzügyileg, meg szerintem ezért kapok vagy 1500-1600-ot, vagy 1400-et, azt szerintem elég is lesz tuningra. Nézzük. Én voltam a picsa most, neki mentem. Szerintem ez is két versenyből fog állni, és ugye az adott helyezések alapján pontot fognak adni. Talán, úgy rémlik. Próbáltam teljesen a külső bemenni, hogy még véletlenül se az éjek, itt ütközzek senkivel. Igen. Ezeket kellene jobban bevenni. Fékezek inkább. Próbálom ezt a másik utat választani. A 0,8. Még van egy, kettő kör, meg ez meg a következő fék. Az a baj, hogy igen, hogy húz oldalra a kocsi, rögtön nagyot fékezek, erre is oda kell figyelni. Nem is fékezek, csak egy nagyon minimálisat, így bizony. Na itt nagyon sokat tudtam hozni rajta. Ez a rózsaszín. Fúj. A baj, ezt a nitrót is nagyon óvatosan kellene. Szükség lesz rá itt. Ez nagyon szoros, srácok. Kis fék, nem nagy, mert az előbb is oldalra húzott a kocsi. A Mustang. Most nagyon elhúzott. Mindegy, a második hely legyen meg, mert szerintem két versenyes. Hát már nem fog hibázni, úgyhogy második leszek ebbe. Következőt meg mindenféleképpen meg kell nyerni. Na nézzük, hogy mit tudunk alkotni. A második hely. Igen. 6 ponttal a következő verseny. Ó, ez meg a fordítottja. Na mindegy. Ugye a szürke Mustangot kellene valahogy átam mögött tartani, akkor talán jó lennék. Más annyira nem veszélyes szerintem, de
Az ilyen meglátjuk. Ez a Mustang volt az, ha tudja a kránát már, hogy a szürke volt vagy a zöld. De talán rózsaszín volt az éje, tehát ez volt akkor is. Ez úgy jó lesz. Valahogy. Köszönjük el, mese húzz el előlem. Sorry. Muszáj voltam bebiztosítani a győzelmet, nem tudok mit csinálni. Ha ti így, én is muszáj. Nincsenek itt pár Fermi szabályok, meg ilyen tököm tudja mik. Itt az utca szabályok vannak. Üsd, vágd, nyomjad, ugjad. Első legyél, az a lényeg, az kész. Hát azért jó, azért ne poénkodjuk, mert még simán megelőzhet. Nek. Úgyhogy óvatosan. Milyen nagy flash már, hogy itt szállt a fejed felett azért a repülőgép, tehát hogy... És az utolsó kör... Gyűn. Bónuszt már nem fogunk kapni, mert az mind a kettőt meg kellett volna nyerni szerintem. Vagy három versenyes, hát már nem is emlékszek, hogy nagyon régen volt, mert van a vége felé már három verseny is van egymás után. Nitro bőven győztünk, és szerintem akkor ez volt az utolsó. 8 pont, 14. De megkaptam, mivel gondolom akkor pont alapján számolják, vagy nem is tudom, na mindegy. Úgyhogy megvan, srácok, új autó, egyedi HUD, nagyon kegyó. Nézzük is a kocsit, oda bizony. Kocsi! Van másik URL amúgy? Van. Jó, nézzük a kocsit. Ahogy ígértem. $12,400. Meglátjuk. A motor, vagy hát a motorikus tuningra arra biztos elég lesz a zsé, hogy a kocsi az nem kerül pénzbe. Itt is kaptam valamit, meg a lovalkatrész, jó. Na, itt is vagyunk, és akkor kiderül, hogy melyik kocsik vannak felnyitva. Belépünk. H2, amíg Escalade, Hyundai, Sentra, Celica. Hát akkor lehet, srácok, hogy nem fogok ebbe a videóban mégse kocsit venni. Ezekre nem ér, tehát nem nincs értelme
Szerintem ezekre nem látom értelmét kiadni érte még egy csomó pénzt, hanem akkor már, ha nem veszünk kocsit, akkor tuningunk, és akkor szerintem a következőben lesz az URL. Azt mondja, ja, most szerintem van EQ meg ilyen dolgok, aztán akkor azokat szépen belerakjuk még ebbe. Oké. Motorból van-e újabb? Nincs. EQ, ebből van 1500 piece. Sebességváltó, szerintem több nem is lesz más új. Na azért átnézzük. Fékek. Súlycsökkentés, turbó. Jó, oké. Oké, srácok, lányok, akkor ez a videó ennyi lett volna. Egyelőre nem veszünk autót, mert nem nyílt fel annyi kocsi, hogy benne legyen az, amit én szerettem volna. Úgyhogy a következő videóba fogunk versenyezni tovább. Úgy látom, hogy van újabb URL, illetve vannak bőven versenyek, címlapfotózás fogjuk csinálgatni, és akkor szerintem a következő videóba fogunk kocsit vásárolni. Akkor ez a videó ennyi lett volna. Én Lakimester voltam, és az Underground 2-nek a végigjátszásának a következő epizódja volt. Sziasztok!